Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás március 26-áig. 20-án van a nap és éj egyensúly. Ezen az estén tartok egy szertartást, amin részt vehettek, jelentkezés e-mailen keresztül. Mint egy energiai egyensúly, a díjam 4000 forint. Március 21-én új hold van. Az jelent visszahúzódást, terveket, meditációt. Ezen a napon a hold eléri Neptun bolygót, és együtt hatnak. Az eszencia az hasonló. Itt álmokról, tervekről, elképzelésekről van szó. A hold hatása alatt néha anyai témákról. Március 22-én a hold eléri Merkur bolygót. Az lehet kommunikáció az anyukával, vagy anyai érzelmekről, vagy vannak gyermekkori emlékek, az is lehet, hogy érzelmekről lehet beszélni. Ezen a napon, 22-én a hold eléri Jupiter bolygót, ez lehet egy bizonyos helyzet, ami eddig igazságtalannak tűnt, vagy egy bírósági ügy, és itt lesznek változások. 24-én a hold eléri Vénusz bolygót és Ráhút, a felfele mozgó kármikus csomót, ami utal változásokra, egy új irányra, itt szerelemről van szó. Ez lehet egy új kapcsolat is. 25-én a hold eléri Uránusz bolygót, itt is lesznek változások, vagy egy meglepetés. Ami az egészségügyi dolgokat illeti, a hold és Uránusz bolygó kihat az idegrendszerünkre. Tehát kell a belső nyugalom, a belső egyensúly. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a képek. Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy gyermekkori emlékeket. Itt is emlékekről van szó. Amit itt a gyermek még jelenthet egy új irányt, vagy egy új kezdetet, meglepetéseket. Itt a jövőről van szó, tehát egy új irányról kihat a párkapcsolatra, hiszen itt látható a szerelem. Itt ezen a képen megjelennek a kelyhek, és a kelyhek utalnak érzelmekre, de itt a múltról van szó. Lehet, hogy vannak emlékek, azt is jelentheti, hogy valaki gondol rád a múltból, visszatér hozzád, átnyújtja számodra ezt a kelyhet, kimutatja az érzelmeit. Itt ez az uralkodó nő utal a te nőiességedre és az anyai érzelmekre is. Jelentheti azt, hogy uralkodsz a helyzeten, és itt láthatóak a döntések, fontos döntéseket fogsz hozni. Ez az uralkodó nő jelentheti azt is, hogy valaki uralkodik felette, valaki parancsolgat neki. És te megjelensz itt, mint ez a királynő, a karddal a kezedben, és szeretnéd azt is, hogy ő is hozzon fontos döntéseket. De ami őt illeti, ő még fogva tart valamit, ügyel az anyagiakra. Pedig itt az lenne fontos, hogy ő elengedje ezt az aranyérmét, hogy fel tudjon állni, és amin ül, az a kincses láda. Amennyiben szabad a keze,
akkor ki tudja nyitni a kincses ládát, és abban minden benne van, ami értékes számára. Mint például ez a szerelem, ez a párkapcsolat. Itt még vannak álmatlan éjszakák. Ez nem a párkapcsolatra vonatkozik, hanem az anyagiakra és a munkára. Itt látható, hogy valami olyan igazságtalannak tűnik az anyagiakat illetően, de lehetnek igazságtalanságok a munkahelyen is. Emiatt vannak ezek az álmatlan éjszakák. Itt a botok mutatják, hogy még fogva érzed magadat, de szeretnél kilépni ebből a helyzetből. Az igazságtalanságok miatt, és itt is látható az igazságtalanság, hiszen te vagy a mester, jól dolgozol, mások figyelgetnek téged, az is lehet, hogy kíváncsiak. De nem mondják ki azt, hogy te jól dolgozol, hanem úgy bánnak veled, minthogyha te egy kezdő lennél, egy diák. És pontosan ez, ami elszomorít téged, nem tudsz aludni, vagy igazságtalannak tűnik, hiszen ezek az emberek itt közeledben bizonytalanná tesznek téged. Emiatt a helyzet miatt keresel itt egy kiutat, és ki akarsz lépni ebből a szűkös helyzetből. Sikerülni fog, hiszen itt látható, hogy elhagyod ezt a munkahelyet, lesz egy új irány, de még nem tudod, hova fogsz jutni. Nincs még konkrét ajánlat. Talán nem a megfelelő időpont most a munkahelyet illetően döntéseket hozni. Légy még kicsit várakozó, de legyen meg a bizalom, a belső egyensúly, hiszen sikerülni fog. Eléred az új partot, és az lehet az új munkahely. Itt látható az egész világ, az jelenthet külföldi kapcsolatokat, vagy internet kapcsolatokat is. Ami a párkapcsolatot illeti, az lehet egy utazásnak a tervezése, és itt van ez a mozgás, hiszen eljuttok egy más országba, de még nincsenek konkrét tervek, hiszen még nem látható az, hogy hova fogtok érkezni. És itt a nyár jelentheti azt, hogy ez a nyaralás majd nyáron lesz. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!